A megyei első osztályban augusztus második hétvégéjén, a másodosztályú csoportokban pedig egy héttel később kezdődött el a szezon. Ezen a hétvégén a harmadosztályú csapatok is nekivágnak a pontvadászatnak. Egy 14 csapatos és 3-13 együttes számláló csoportban összesen 53 gárda kezdi el a bajnokságot. Az MLS megyei igazgatósága területi alapon készítette el a csoportbeosztást. Szerencsére így, hogy a területi alapon úgy tudtuk elosztani a csapatokat, hogy kevesebb szám van, mint 16, így később tudtuk kezdeni, ami azért nagy segítség a kis településeken élőknek, hiszen augusztusban még nehezebb összeszedni egy együttest, de így augusztus utolsó hétvégéjére azért már talán úgy a keretek megvannak, ahol szeretnének szerepelni. Hát nagyon bízunk benne, hogy nem lesznek most visszalépők. Ugye az elmúlt években pont arról beszéltünk, hogy szép számmal jelentkeztek megye harmadosztályba is csapatok, de rendre minden évben 5, 7, 8, 9 visszalépünk volt, vagy olyan csapat, akit ki kellett zárni, mert folyamatosan nem állt ki, vagy létszámhiányosan állt ki. Én nagyon remélem és nagyon bízok abban, hogy idén mindenki be fogja tudni fejezni majd a bajnokságot. A felnőttek mellett az NB-s osztályokban érdekelt megyebeli utánpótlás csapatok is bajnoki pontokért lépnek pályára a hétvégén. Tavaly évben a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy gondolta, hogy a legalacsonyabb osztályú utánpótlás bajnokságokat, NB-s utánpótlás bajnokságokat a 17-19 korosztályban, ez az NB3, a 14-15-ben az NB2-t jelenti, kiadja külső megyéknek, hiszen úgyis régiós szinten voltak mindig ezek a bajnokságok, 2-3 megye csapatai területi alapján ugye szerepeltek ebben a bajnokságokban, és tavaly is megkaptuk, amit idén, az U17-U19-es északkeleti csoportot mi fogjuk szervezni, itt 7 megyei csapatunk vesz részt, mellette vannak ugye még Hajdú megyéből, illetve még egy karcag csapat a Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is, úgyhogy ezt továbbra is mi szervezzük. Az U14-U15-öt, ahol szintén 7 megyei csapatunk szerepel, pedig továbbra is a tavalyi évhez hasonlóan Hajdú-Bihar megye. Ez azért szerintem jobb a csapatainknak, mert könnyebb minket elérni, akár Hajdú-Bihar megyét, akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, hogyha például mérkőzést szeretnének ugye módosítani, vagy egy játékengedélyért, bár eddig is ide kellett beugrani, de azért mégis közvetlenebb a kapcsolat, illetve ugye mi azért tudjuk a helyi sajátosságokat, így tudjuk, hogy mikor érdemes kezdeni egy bajnokságot, és a sorsolásnál is azért könnyebb a helyi igazgatósággal egyeztetni, mint a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Kvaka Árpád még elmondta, hogy hajrájához érkezett a Magyar Kupa megyei selejtezője. Augusztus 29-én Rakamaz Balkány és Mándok Ibrány mérkőzéseket rendeznek. A két továbbjutó csapat felkerül az országos főtáblára.